Nagyon szomorú, ami itt történt az úgynevezett hidegnapokon. A nagybátyám, a nagynéném és az unokahúgom lelte itt a halálát. A szörnyű emlékekről az idősebb családtagjai meséltek. Azt is elmondták, milyen szörnyű volt a letartóztatás, a tábor, valamint az, hogy kamionnal ide szállították és a tiszába dobták az áldozatokat. 1942-ben több mint 200 magyar, szerb zsidó nemzetiségű ártatlan polgár vesztette életét Óbecsén a Tiszaparti vesztőhelyen. Annak érdekében, hogy az emléküket megőrizzük, és hogy ez az utókor számára is intő jel legyen, a három nemzetiség képviselői és a hozzátartozók minden évben közösen emlékeznek meg az áldozatokról. Óbecse és gyakorlatilag Vajdaság is egy multietnikus közösség, és nagyon fontos, hogy az őseink felé tiszteletet, tisztelettel nézzünk és tekintsünk, a jelenkor és a jövő nemzedékek érdekében is. A mindennapi életben én úgy gondolom, hogy normálisan békében élünk, és hát együtt kell emlékeznünk az ártatlan áldozatokra. Az egyházi szertartást és az áldozatok lelkéért mondott imád követően a hozzátartozók, a helyi politikai pártok és szervezetek képviselői elhelyezték a kegyelet virágait a fasizmus áldozatainak emlékművénél.